Jó, megadom magam. Jó, nem bírom. Oké. Oké. Na. Maga miből van? Vasból? Fú, de kemény. Kommunizmusból. Én vagyok a vörös zsaru. Magyar György urat mai nappal vezérő nagy rendfokozatba léptetem elő, illetve vezetőségi tagnak nevezem ki. Úgyhogy a mai naptól, amit mond, akkor az olyan, mint hogyha a vezetőség mondaná, mivel a vezetőség mondja. Köszönöm szépen, uram. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagy Uli. Rába melejt hever a város. Akit én el akarok pusztítani, azt elpusztítsuk most már. Akit be akarok hozatni, azt behozom. Akit tönkre akarok tenni. Most tönkre tesszük. Élhetek a jogaimmal? Persze, EU-n van a joga. Ha én valamit eltervezek, az embereim végrehajtsák. Elpusztítom a bűnt a városba. Mert a bűnözés az egy betegsége, és itt van nálam a gyógyszer. Kijártam a 8 általános. Aha, hányszor? Minden 8, nem, hát nem minden 8, de 7-et jártam ki, meg a harmadikban az 2-szer jártam, érted? Aha, tehát így jött a 8. Aztán a 7. osztályból már mely nem ment át valami ezeibe, szakképző intézményben, valami szakiskolába? Miközben lett volna valami szakmány, lett volna, az lenne valami perspektívája, nem csak így ezért az utcán. Honnan tudod, hogy nincsen szakmám? Honnan tudod? Hát most mondta, hogy 7 osztálya van. 7 osztály alatt milyen? Hivatalos autófelkerülő. Ja, hát ez jó. Ezt hozzáírjuk a többihez. Bassza meg. Már meg is sokat mondtam. Hány autót tör fel egy nap? Hát... egyet se. Na, fáradjon be fele, uram. Az élek, a büdös életbe! Na jó van, akkor lefeküdtünk, ugye? A következő ez már éles lesz. Most már elég a szórakozásból. Na, Sleveland, most már ne szórakozzon. Hozzák neki a ruhát. Hozok egy dobot. Eses, jó lesz, hogy jó nőjes legyen a sitte. Hívják fel a csajomat. Hát ezt már elbaszta. Szerintem azt már fölhívták. Felhívom én a saját, nyugodjam meg. Ja, Gyuszi? Mondja. Élhetek a jogaimmal? Persze, EU-n van a joga. Ez volt a telefonhívás. Kéri az orvosi ellátást is? Hát, pont azt akartam. Egy X2-s kérem, fogadják kollégák. És kaja! Oh! Tudod ki? Az elkövető speciálba küldik itt az úriember tenetnek. Itt döglött még egy bányász. Ja, haló! Keljen már fel, haló! Huszonháromban megyünk! Tyson Kinget vágom, várom az oldalsóra, köszönöm. Haladunk. Tyson őrmester, mely 23-ban megyünk? Ajajajajaj! Nem, ez itt a szóval gyorsítom. Most komoly 37-et felbít gyorsítani? Na, alakul ez már. Természetesen. Na, jó napot kívánok, Magyar György, bemutatkoznék, Magyar György, vezérőrnagy vagyok, vezérőrnagy, lápos csajok, megjött a vezérőrnagy. Előveszem a vezérőrnagy ott itten, a mágikus hengert, aztán lehet fejényezni a mágikus hengert, vezetőség, Magyar György. Hát gyűlve nem tudom, most ide jöttünk, de hát látja, hogy őrkorizik, most ez nem tudok mit tenni. Hát, jaj, hát ilyenek a nők. Hát most, látja, szeszélyes.
Én nyakon basznám. Hát én nem azért. Figyelj meg, mindjárt csörög a telefonom. Ez megmondja, mi volt? Ez volt a powerhouse teszt. Persze, figyelj. Micsoda? Powerhouse teszt. Hogy milyen hűséges kutya maga. Ja. Hüttyent, megrántja a powerhouse, az itt van. Hát, ez jó, beszopta. Hát jó, de nála van az a hatalom. Micsoda? Hát, azt mondjam ki. Ugyan már. Hát most gyűjtjön. Nő, meg busz után sose fussunk. Busz után fut a faszom, van ahol. Hát meg a nő után se. Olyan nő kell, aki fut maga után, nem olyan, aki után futni kell. Hát jó, hát... Ez tanulja meg. Jó, igyekszem, igyekszem. Sziasztok, buzik. Ezt melyik mondta? Az igen. Azt a cigét nem teszi el, ez így nem jó. Ki kell tenni? Tessék. Kezdte. Oh, a kurva életbe. Mehetünk. Valaki csak a gázt emleget tudja. Miért mondták, hogy dobjam ki a cigit? Cigit miért az ablakon dobja ki? Vigyázzanak a bolygóra. Ha ide figyeljenek. Csicska patkányok. Őrmesterek, törzsőrmesterek. És mindenféle csótány népség. Mostantól én vagyok itt a főnök, Magyar György. Nem szerették még egyszer meglátni egy olyan napot, hogy nincs egy friss kávé az asztalomon. És hogy szanszert a széjjel vannak. Megértették? Igaz? Na, mindenkit kirúgok. 10 perc múlva jelentés legyen az asztalomon. Megértette? Faszfej!